Sziasztok sporttársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ma a kardióról fogunk beszélni, konkrétan arról, hogy milyen fajtái vannak, mennyit érdemes végezni, és mikor, hogyha a súlyzós edzésen van a hangsúly. Tehát, hogyha valaki maratoni futó, vagy a futás az elsődleges sportja, akkor kattintson tovább, mert rá nem lesz érvényes ez a videó. Egyébként valószínűleg nekem nem lesz szükségem kardióra, ugyanis olyan meleg van itt az irodában, hogy a videó végéig szerintem 10 kilót biztos, hogy le fogok izzadni magamról, és pont ezért van rajtam a kedvenc légáteresztő póló. Oké, nem szeretném húzni az időtöket, úgyhogy vágjunk is bele. Mi a kardió? Dióhéjban egy elnyújtott fizikai aktivitás, meghatározott intenzitással végezve, ami edzi a szívet, az érrendszert, a tüdőt, és lényegében a megdolgoztatott izmokat. Ez a gyakorlatban lehet futás, kocogás, tempós séta, kardió cross traineren, vagy akár evezőgépen, stb. Alapvetően két nagy csoportja van a kardioedzésnek, amit súlyzós edzés mellett szoktak végezni. Az egyik az alacsony intenzitású kardioedzés, a másik az úgynevezett magas intenzitású intervallum edzés, vagyis a HIIT. Az alacsony intenzitású kardioedzést, ahogy a nevében is benne van, alacsony intenzitáson végezzük, de hogy ez mennyire alacsony, az attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Mondjuk, hogyha feküdnénk a kanapén, ahhoz képest magas intenzitás, viszont hogyha sprintről beszélünk, vagy súlyzós edzésről, akkor ahhoz képest alacsony. Ez az alacsony intenzitás a gyakorlatban sokkal inkább azt akarja, hogy a maximális pulzusunkhoz képest egy sokkal alacsonyabb tartományban dolgozunk. Arra, hogy számunkra mi ez a tartomány, van egy képlet, 220-ból kivonjuk az életkorunkat, majd ezt mondjuk megszorozzuk 0,65-tel, ez lesz az alsó határ, majd ugyanígy 220-ból kivonjuk az életkorunkat, és megszorozzuk mondjuk 0,85-tel, és ez lesz a felső határ. Természetesen változtathatunk ezeken a szorzószámokon attól függően, hogy mennyire szeretnénk alacsony intenzitást elérni, vagy akár válthatunk magasabb intenzitásra is, és ez természetesen függ attól is, hogy mennyire vagyunk edzettek, és ahogy azt már említettem, attól is, hogy mennyire szeretnénk variálni az intenzitást. Általánosságban ezek a szorzók jók lesznek mindenkinek. Ennek a fajta kardiónak az az előnye, hogy könnyen végezhető, nem megterhelő az idegrendszerre, az izmokra, az izületekre nézve, és általában hosszan tartó ideig tudjuk végezni. Ez lehet akár 30, 40, 50, 60 perc, vagy akár még hosszabb ideig is. A hátránya ennek a mozgásformának talán az, hogy nem túl sok energiát tudunk vele felhasználni, és amint lelépünk a kardiógépről, vagy befejezzük ezt a mozgásformát, akkor már is megszűnik ez az emelkedett energia és kalória felhasználás. Na de, itt jön képbe a HIIT, ami, ahogy azt már a videó elején említettem, egy magas intenzitású intervallum edzés. Ez a gyakorlatra levetítve azt jelenti, hogy mondjuk sprintelünk, explozívan, minden erőnket és energiánkat beleadva 30 másodpercig, aztán kocogunk mondjuk 60 vagy 90 másodpercig, és aztán megint sprintelünk, és ebből csinálunk mondjuk 10, 15, 20 kört. Mik az előnyei a HIIT-nek az alacsony intenzitású kardioedzéssel szemben? Egyrészt időt tudunk spórolni, ugyanis 10 vagy 15 perc alatt le tudjuk zavarni, míg az alacsony intenzitású kardiót 30, 40, 50 vagy 60 percig is végezhetjük. Szintén a HIIT mellett szó, hogy sokkal több energiát fel tudunk használni, nem csak a mozgásforma végzése alatt, hanem a következő 24-48 órában is, ugyanis ez az edzésforma nem csak a tüdőt és az érrendszert, valamint a szívet terheli, hanem az idegrendszert és az izomzatot is. És ez sokkal több energiába kerül regenerálni, még akkor is, hogyha végeztünk a mozgásformával, ha szimplán csak pihenünk otthon a kanapén. És mivel gyors, explozív és magas intenzitású edzésformáról van szó, lehetséges, hogy még izmot is tudunk vele építeni. Tehát összegezve, a HIIT-tel időt spórolunk, sokkal több energiát tudunk vele felhasználni, és még akár izmot is építhetünk. Akkor lényegében megvan a megoldás, nem? Dehogy nem. Mindenki a vendégem egy Kinder Bueno-ra, videó vége. Lenne, de az élet nem ennyire egyszerű. Nem eszik annyira forrón az apályhát, ugyanis eddig csak a HIIT pozitív tulajdonságairól beszéltünk, de bizony vannak negatív tulajdonságai vagy hátrányai is. Az egyik ilyen a már említett idegrendszeri terhelés. A pozitívuma, hogy több energiát tudunk felhasználni, és ezáltal segíthet minket a szákásításban. A negatívuma viszont az, hogy visszaüthet a regenerálódásban, és lehetséges, hogy a súlyzós edzésen nem tudunk úgy teljesíteni, ahogy azt elvárhatnánk, vagy ahogy azt terveztük. Tehát a gyakorlatban, hogyha a HIIT edzés egy úgynevezett kiegészítő edzésforma visszaüt a regenerálódásunkba, és a fő edzésformánkat nem tudjuk végezni, akkor nincs sok értelme a HIIT edzésnek. A másik hátránya a HIIT edzésnek, hogy explozív, nagy intenzitású és statisztikailag kimutatható, hogy mondjuk a sprintereknél
kétszer nagyobb a sérülés veszély, mint mondjuk a maratoni futóknál. És hogyha ezt kombináljuk azzal, hogy szákásítunk, tehát alacsony a testzsírunk, és még sérülékenyebbek vagyunk, akkor ez nem vezet jóra. És a harmadik dolog, ami nem feltétlenül hátrány, de nem feltétlenül szól a HIIT edzés mellett. Ugye a HIIT edzésnél van mondjuk egy 30 másodperces, gyors, intenzív, explozív mozgásforma, amit követ mondjuk 30, 60 vagy 90 másodpercnyi pihenő vagy alacsony intenzitású mozgásforma. Nem ismerős ez valahonnan? Tehát, hogyha súlyzós edzést végzünk, akkor gyakorlatilag ugyanezt csináljuk. Ezen a ponton az a valid kérdés, hogy valóban meg akarsz-e kockáztatni egy sérülés veszélyt, vagy bele akarsz-e rondítani a regenerálódásodba. Hogyha a súlyzós edzés van prioritásban, és valamilyen kardiót kéne választanunk, akkor talán az alacsony intenzitású kardió lenne a jobb megoldás, ugyanis ott pontosan be tudjuk lőni az időtartamot, és gyakorlatilag azt is, hogy körülbelül mennyi kalóriát használunk fel, míg a HIIT-nél ez nem lehetséges. Hogyha súlyzós edzést végeztek, mivel ez az elsődleges edzésformátok, kap terhelést az izomzat, idegrendszer, és nem igazán tudjátok finom hangolni, hogy mennyi energiába telik regenerálni az izomzatot, az idegrendszert, a testeteket. Az alacsony intenzitású kardiónál viszont teljes a kontrollotok e felett. Ez a gyakorlatban egy kicsikét olyan, mintha mondjuk asztalosok lennétek, és van egy fadarabotok, amiből szeretnétek mondjuk egy 20x20-as asztallapot csinálni. És használhattok fűrészt, először durva szerszámokat, durva eszközöket, majd aztán egyre finomabb eszközökkel fogjátok csiszolni, lakkozni, stb. Tehát, hogyha edzésről beszélünk, akkor a HIIT edzés, valamint a súlyzós edzés, az mondjuk a fűrész, vagy valamilyen durvább eszköz, és amikor úgymond finom hangolni, csiszolni szeretnénk a fizikumunkat, akkor muszáj lesz egyre finomabb és finomabb csiszolópapírra és egyre finomabb eszközökre váltanunk. Nem azt mondom, hogy ne végezzetek HIIT edzést, mert van meg annyi pozitív előnye, ahogy azt már mondtam, de gondoljátok végig, hogy mikor és miért végzitek. A kardioedzés akár HIIT, akár alacsony intenzitású kardió mindenféleképpen hasznos, ugyanis edzi a testünk motorját, szívet, érrendszert, tüdőt és a megdolgoztatott izmokat. Hogy és mennyi kardioedzést érdemes végezni? Ne felejtsük el, hogy elsődleges prioritása a súlyzós edzésünknek van. Hogyha mondjuk 5x2 órát edzel teremben, akkor nem érdemes a kiegészítő edzésnek, a kardiónak mondjuk ugyanannyinak lennie. Tehát, hogyha mondjuk 5x2 órát edzel, akkor maximum ennek a fele legyen heti szinten kardió. Én az edzés után raknám be, hogyha mondjuk nem tudod szétválasztani, ezt nagyon sokan nem tudják szétválasztani, tehát mondjuk kétszer edzeni egy nap, nekem sincsen kapacitásom rá és időm rá, én is, hogyha kardiózom, akkor az edzés után, tehát a súlyzós edzés után kardiózom. Ugyanis a súlyzós edzésnek van prioritása, és hogyha először kardióznék, akkor lehetséges, hogy már fáradtabb lennék, úgyhogy mindenféleképpen azt helyezzétek előnybe, aminek prioritása van, jelen esetben a súlyzós edzést. És még annyit szeretnék megemlíteni, hogy sokan elkövetik azt a hibát, hogy rettentő sokat kardióznak annak érdekében, hogy így majd zsírt égetnek és le fognak szákásítani. Nem, alapvetően a szákásítás kalóriadeficitből jön, aminek alapja a megfelelő és kontroll alatt tartott étrend. És én úgy vélem, hogy a kardióedzésre sokkal inkább a testünk motorjának edzéseként kéne gondolnunk, nem úgy, mint valami zsírégető csodamódszerre. Gyakorlatilag, hogyha aktívak vagytok a nap folyamán, szöszmötöltök, sétáltok, ugyanúgy több energiát tudtok felhasználni. A kardioedzésre lényegében úgy kell tekintenünk, hogy a szív, érrendszert, a tüdőt edzük, és ezáltal a súlyzós edzésnél nagyobb teljesítményre, jobb oxigén felhasználásra leszünk képesek. Sportársaim, remélem, hogy tudtam olyat mondani, vagy esetleg eloszlatni pár tévhitet, és hogyha igen, akkor kérlek, hogy pörköljetek egy lájkot, valamint osszátok meg ezt a videót azokkal, akiknek jól jöhet. Mi találkozunk a következő videóban, addig is produktív napot! Sziasztok! Then you